Ismét felcsendültek az állampolgársági esküszavai Nagykállóban. Március 21-én szinte teljesen megtelt a művelődési központ kamaraterme, hiszen 99 határon túli magyar szerzett állampolgárságot ezen a napon. Szilágy csekösségből érkezett Szipoly Emil, aki feleségével együtt vehette át a honosítási jogiratokat. Azt mondják, bár ők nem érzékelték a megkülönböztetést Romániában származásuk miatt, ennek ellenére az állampolgárság megszerzésével még szorosabban érzik a kötődésüket a magyar nemzethez. Ott, ahol én születtem, az egy teljes kis magyar község, Szilágy egy kis város, ahol dolgoztam, ott nagyon nem lehetett észrevenni semmilyen eltérést, így mikor román-magyarok egy jó kapcsolatban, barátságban voltunk, semmilyen ilyen különleges problémám sose nem volt az, hogy magyar vagyok. Akár a munkahelyemen is tudtam érvényesülni, művezető voltam. 91-ben kikerültem Budapestre, 18 évet ott dolgoztam, és akkor a tavaly beadtam az állampolgársra. Én már tulajdonképpen le voltam települve. Kivel érkezett, kik jöttek ám a? A feleségemmel adtam be, a lányom, ő Nyíregyházának, ők is a jövő hónapban teszik, a kisebbik fiam, ő már régebben magyar állampolgár, ő a 11-12 osztályt, egyetemet ott Magyarországon fejezte be, jelenleg Angliában. Milyen ez a mai nap, milyen érzésekkel érkezett ide, mennyire várta? Vártam tulajdonképpen, mert mindenki, aki magyarnak születik, ahhoz, hogy magyar állampolgár legyen, az szerintem az egy jó érzés. Eltöltse minden magyar embert, hogyha magyar állampolgár tud lenni. A 92 erdélyi magyar mellett 7 kárpátaljáról érkező is Nagykállóban tehetett állampolgársági esküt. Szilvási Margit, az ukrajnai Nagydobronyból érkezett erre a napra. Mint mondja, neki és családjának nehéz élete volt a szovjet és az ukrán időszakban is, így egy álma vált valóra a magyar állampolgárság megszerzésével. Nálunk nagyon nehéz, mert hiába, hogy mi magyarok vagyunk, tiszta magyar falu, de mi el vagyunk törülve. Hiába akarnak magyarok lenni, nem nagyon sikerül. Na, mert hiába akar, hogy nem akartuk, úgy voltunk oroszok, utána lettünk ukránok, meg se kérdeztek, csak így átírtak. Hát most, mivel hogy adódott lehetőség, hát így szeretném visszakapni a magyarságomat. Mert nekem a fiam is Pesten született, de még akkor nem volt olyan lehetőség, hogy itt csináltassuk meg neki a személyigazolványt, és így ukrán lett. Most akari beadni, hogy ő is megkapja a magyar állampolgárságot. Miért fontos önnek, a családjának, hogy magyarként hivatalosan is magyar legyen? Hát azért, mert nekünk mindig vízumot kell csináltatni, és mikor, hogy sikerül. Nekem itt lakik a lányom, és szeretnék minél többet itt lenni velek. Az, hogy Magyarország, magyar haza, vagy esetleg a piros-fehér-zöld zászló milyen jelentést hordoz ön számára? Szeretnék, magyar lenni. Szeretnék, hogy legalább azt elérjem, amit akarok. Hogy ha valahova akarok, akkor tudjak eljutni, meg megértsenek. Ezek fényében mit jelent Margitka néni számára ez a mai nap? Örömet, nagy örömet, hogy elértem, hogy 6 hónap után megkaptam az állampolgárságot. Az egyszerűsített honosítási eljárás záró akkordjaként Juhász Zoltán Nagykállóváros polgármesterétől vehették át a honosítási jogiratokat a most állampolgárságot szerzett magyarok. Velük együtt 364-en kapták meg a magyar állampolgárságot városunkban.